Csik, nem is figyeltem őket. Jó. Hú. Jó! Van gép! Hú. Jó, menj nyugodtan most azért, most nem fekete géppel indítunk. Na hát, most azt képzeljétek, hogy Westerpén ezt a töltőképernyőt látta. Ez az! Betöltöttünk! Hú. Jó. Hú, most menj nyugodtan azért. Fenyik TS-re. Tessék. Mi legyen a nevünk? Jó kérdés, ez tényleg jó kérdés. Mi legyen a nevünk, chat? Nagyon rossz neveket akartok, chat. Jakab Péter, biztos Orbán Viktor egy érveltet. Én nem tudom. Én amúgy... Amúgy valami Billit adnék. No joke adnék a Billit, mert... Vagy csak milyen Billy legyen? No. Olyan régi eset? Ja. Billy Winchester, olyan már volt? Csák Kristóf. Csakó. Mi? Billy? Spaghetti Western. Ez elég konkrét. Kettős, elég konkrét. Na várja, mennyi lőtszer? 35 van még. Miért hallok valakit? Jó, leszünk jobb vezetéknél. Keresztnél az biztos, hogy Billy. Tehát... Halljátok? Ott van balra, velem szembe most. Még ott még vannak. Csatke vagy csinál, tehát ki akarom, csak szerintem ez a menü közben nem annyira tudom, tehát nem merem megnyomni az eszképet, mert akkor lehet nem lesz nevem. Én nem akarok mexikóit, én nem. Ú, a Billy Chesterfield, az jó! Meg kéne próbálni a fejét. Ú, ez jó! Halljatok, ne lóval, ne lóval. Kokainos Billy! Hallod, ne lóva, a tiéd a jobb legszélső, enyém a középső, tiéd meg a bal oldali. Legyen Chesterfield, hogy menjen. Jó, menjen, készítés. Jó. Most már nem hallok senkit. Meglóttam. Okay. De még mindig hallom. Most meg menjen nyomni az eszképet amúgy? Hát aki bírom kapcsolni a chat? Fogyad. Hó. Gyertek. Na jó. Ne? De most lesz jössz, hogy fajon hallani fog a csáv, addig lenémítjük a Red Dead-et. Akkor nem. Hopp, megvan. Lenémítottam, azt nem némult le, nem baj. De ezután nem baj, akkor meghallgatjuk végig. Na. Kamera forgatás, kamera fel le. Jó. Közelítés. Én csak, opá, jó. Hiányzik a... sok minden. Igen, szemszín, hogy tudok rá zoomolni? Amúgy nyom a Q-ed, V-ed, W-est, AD-t, X-ed, de valahogy nem érzékeli az izéket amúgy a billentyűket nekem sajnos. Ez elég szomorú. Nem baj, kattintani bírok. Mi vártas? Görgő? Nem nagyon működik. Az gond. Nagyon kövér, nagyon vékony, vékony, átlagos. Kövér, nagyon kövér. Na hát, most a nagyon kövérnek a kövér között annyi a különbség, hogy a kövérnek nagyobb a válla, mint a... UI lag. Az nem jó. Legyünk ilyen átlagosak, nem? Magasság. Ez rendes, ez vizuálisan látszódik, nem? Nem? Én úgy emlékeztem pedig. Vagy csak bugos vagyok. Nem tudom. Igen? Ne állj el, hogy a fara itt legyen nálam. Hogy itt nem látom, oké. Okay. Én amúgy... Ahogy jól tudom, ízék pont ilyen nagyon picik, ugye leszünk kurva nagyok.
igen. Na és itt kérdésed, ilyenkor mit csináljuk? Mert most jó lenne rázoomolni az arcára, de nem bírok. Rálogoljak? Gondolom az elbassza a karakterkreálást, hogy nem lenne túl jó ötlet. V, hát én nyomom. Tehát dupla V, S, A, D, Q, E, azt mondják UI lag, úgyhogy nem segít. Tehát én nem vagy fogyatékos, tehát látom, hogy arra van írva. Tehát... Ha már IRL alacsony vagy, legalább gameben le... Mi az, hogy IRL alacsony vagyok? 190 vagyok, mi az, hogy alacsony? Na jó, tehát... Összeget pingszivel szerintem. Ez IRL törpe. Rögn le altabozni. Nem segített sajnos. Mindegy, hát az, hogy nehéz ez megcsinálni az arcát. Fú, baszki. Nem lesz szörnyű, hogy előre kellett a játékot hozzá, nem kell a log. Akkor mit csinálj akkor? Figyelek. Mit csinálj, hogy jó legyen? Be tudja, hogy tudjak rendesen zoomolni. Az pacsi. Rálogolja és simán és kész. Az arca senki se érdekel, engem igen. Hú, nagyon furás. Az, ami nagyon meg kell szoknom, hogy ilyen új szavakat nem szabad majd használni. Pacsi. Tökéletes, hogy közel hallunk valakit folyamat. Az a legjobb része. Hú, elég sok. Hú, nagyon sok az opció. Jó, ez jó lesz. Jelenleg a karakter csak úgy, hogy kapcsolat ki a voice-et, majd annak céged az admin megkövet, hogy eléggé szavaró. Jó. Akkor elmentem. Kikapcsolom a voice-et és relogolok, és addig... Úgy, vagy hogy legyen? Így most nem tudunk zoomolni. Jó. Nem tudsz neki visszazolni? Nem. Nem. Hát vagy nem nagyon tudom megcsinálni jóra, mert nem látom az arcát, de... Improvizálunk valamit. Hopp. Szemöldök magasság, nem látta a szemöldökét, most elengedem. Ezeket úgyse fogjuk látni, mert nem tudunk az arcára zoomolni. Tehát haj gyorsan. Választunk valamit, hogy nézen ki. Azt mondom, hogy forgatni is, de most látom, hogy azt hiszem. Random berakunk valamit, aztán mindegy, majd újra csinálom. Tehát, mivel random cuttingatok valamit, aztán, ja. Na, ez nagyon jó. Kész. Kikapcsolom a voice chatet. Gyönyörű lettem. Kikapcsolom a voice chatet mindenek előtt. Az biztos. Billy! Szem! Várjátok. Audio. Voice chat volume. Voice chat enabled off. Jó. Jó, most... Még valami grafikai beállításokon is sem ártana változtatni valamit, mert... Vannak dolgok, amik... Igen, mondjuk az ultra az lehet egy kicsit magas. Oké. Mit szólna a játék, ha... Lejjebb vinném egy kicsit. High nekem bőven elég, hogy őszinte legyek. Még ez biztos, hogy resizni kell a gémet hozzá, de... Mondom, az annyira nem nagy para. Ó, van valami nagyon fontos beállítás egyébként? Ultra Redem kliense nem szállít elvileg, ha médiumra beállít... Ja, akkor tök mindegy, tehát... Akkor ezek szerint teljesen mindegy. Akkor nem is apply-olom őket. Jó. Valamint még... Lejjebb halkítjuk kicsit a gémet. Volkáról tedd a DX12-re. Jó! Hiszek nektek. Bugidi bugidi bu. Jó. Ezt megcsináljuk. Ó. Restartoljuk hozzá. Hát ezt ismerhet a FIFA, nagyon mennyi ne zapi. Steve Field! Kurva szád! Nem! Nem! És ki crashelt? Fú, a kurva száját. Jó, akkor megpróbáljuk újra.
Ez egész jó, egész jó. Jól indul, de sejtette, hogy kicsit nehéz lesz a kezdet, de igen. Lock vissza, micsoda? Megoldjuk, felmenj gújra. Ízi, leírtad az asztalt egy esszel, jól látom? Lili, matek korrepetessel jelenteked, úgy tűnik, hogy magyar nyelv kéne, nyelvtanóra. Kösz mindenkinek a rédet, amúgy esetem, hol tartunk. A contributorok biztos, hogy nem frissülnek, tehát az... Tudom, hogy több ember töltött fel egynél, és még mindig egyet ír, úgyhogy én nem tudom. Lehet, azok nem frissülnek nagyon. Jó, most várunk még egy kicsit, aztán bemegyünk újra. Mi a karakter nem? Billy Chesterfield. Hogy jó lett a Chesterfield név? Bárki is mondta, kösz. Mit is kell csinálni level 25-ös szaladany? Ha kivisszad a raidet level 25-ig, akkor beküldöd abba a szobába, hogy kivitted. Most belépte a szeróra és crashelt. Tehát, most megmutatom nektek. Tehát még be se töltöttem a szeróra. Sötét van. És ez van. Ez gond, nem? Jól indul. Ez gond. Nem baj, megoldjuk. Hallgatunk zenét, hogy ne legyen egy csönd. Hallgatunk amúgy kis motor a zenét, az is, ott is vannak jók amúgy. Ezt is szerintem soha nem hallottuk. Ilyen ezered nem kliens, hát akkor nem várok többet. László írt ezt a csodását, hiszen fárasztó fa vicceket, vagy vicceket írgatottak, volt egy jó ötleted, igen. László pedig ki kéne bannolni a csetről amúgy. Van valami terve a karaktered, de nem tudom, improvizálni fogok, hogy őszintejek. Azért most még azt sem tudom, hogy néz ki, tehát egyelőbb még meg is írjátok a kinézetét. Én gondolkoztam rajta, hogy valami öreget erpészek, de az a baj, hogy lehet nem lenne hangom a kövi egy hétig. Úgyhogy nem. Elmegyek immulatni. Ezt kiadjuk zapja, nem bánod. Level 25 mi a határidő? Hát figyelj, úgy van, hogy egy hétig megy ez a raid kampány. Szóval egy hétig van időtök megcsinálni level 25-eket, meg aki akar feldepozitolhat, az sem ennyire egyszerű. Szóval, ja, azt, tehát akkor jövő hét vasárnap, igen, jövő hét vasárnapig gyakorlatilag. Azt sem értem, mikor egy jó régi öreget RPC. Ja, az a baj vele, hogy tök jó, meg ilyenek, az elején nem tűnik nehéznek, csak azt mondják, ez fájni a torkod, és igen, vége lesz mindennek, úgyhogy nem jó. Ezt a nét még sose hallottam, én se. Csá Marcelusom, hogy mi a helyzet. Gyerünk már. Sárkány, hal... Képupú teve. Gyerünk már! Igen, ezt lehetem, hogy meg kellett volna csinálni még éjszaka, csak nem voltam itthon. De ez jó, hogy fel akartam lépni tegnap este serfával, csak akkor hasonló bajaim voltak, nem töltött be a dolog, ezt felvasztam magam, úgyhogy inkább elmentem itthonra, tehát ennyire rossz volt a helyzet. Nyilván nem azért ment el, de ja. Na! Jó! Izzy, neked mennyi FPS volt így stream közben amúgy a játékban? Ez majd Lapos Lajos? Hát lehet amúgy. Na. Én gondolom az eső az nem tesz sokat rá, vagy nem túl jó. Nagyon jól néz ki, ez egy Billy. Hogy a faszomban néz ki, ruhája sincs. Na jó, szóval mit állítsak be? De elvileg beállítódott a DirectX 12 a Vulkan helyett, ugye? Jó, de igen, most DirectX 12, kell még bármilyen beállítanom? Kezdőről szerintem lehet nem köntötte, ja, de elementette elvileg amúgy. Csákaldanon cső, mi a helyzet? Kapti a köszítés 17-et, köszi szépen, nagyon kedves, hogy köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nincs téjó, addig jó vagyok, de valaki tévozom, aki zapít.
Szép estét, mosolygó arc falka, hello black ki iki falka lurk. Milyen szeró? Northern Lights. Létszélénk, a madok. Rakíts egy Discord linket. Jó. Hú, nagyon fura még. És értem, Zappi, mert nincs bandalva? Hát most már kapott T-ót. Jó. Halkítunk a játékon, az biztos. Jó. Indítunk valami... Téma az illó illő zenét. Pillanat. Kezd újra kreálást. Hogy tudom újra kezdeni a kreálást? Ez itt a nagy kérdés. Ebben az esetben. Vendel segít? Nagyon kedves. Karkra itt nincs. Nincs. Perülés. Aj, hogy néz ki? Már vártalak, de semmi feltűnés, hombre. Már vártam. Hát eddig egyébként ki vagy? Nem kapni meg táviratomat? Tudni? Mi írat? Téged hívni ide. Téged hívni ide, hogy a polgármester fiát elkapni, szí? Persze, én vagyok az. Ugye, mi is a nevem? Kit hívtál? Billy? Igen, én vagyok, persze. Jó. Figyelj ide. Semmi feltűnés, mert a serifeknek olyan szemük van, mint a sasnak. Hát, szerintem nem vagyok egyáltalán feltűnői ruha nélkül, nem? Szeretnél valami gúnyát? Hát nem lenne rossz, igen. Na jó, akkor gyere utána. Jó piszi, hogy emberke, nem nőttél meg nagyobbra? Sajnos nem. Sajnos nem. Papító sajnálni. Mi a nevede? Az én nevem lenni Diego El Matador. El Matador? Mit jelent ez? Sí. Hát, hogy ő Diego El Matadornak neveztek el. Ősei. Ha, mindent értek. Milyen lenni út? Na figyeld, amit érdekes. Gyorsan meg kell tanulnod. Ellopták a ruháimat is. Na engem is. Úgy kezdődött az első napom, hogy banditák levetkőztették a gúnyámat. Adj Isten! Adj Isten! Jó napot! Milyen kétszer akkora karakterem, mint... Nem veled, mert... Nem, te vagy? Jó napot! Ki vagy te idegen? Vedd le azt az arcodról! Nem vittél a ruháimat? Ne vetted el Billy Comámnak a ruháit? Te voltál? Hogy voltam volna le? Ez is jó alacsony. Edgard! Adios, komá, mi a hely? Kicsit nagyra sikerült a karakter, de így a jó amúgy. Egy ilyen verő ember. Na azt, Billy, még az ellenségemnek se kívánom, az a helyzet. Mit, mit ez? Anyát. A bányát. Bánya? A bánya, az tönkre teszi az ember lelkit, én mondom. Na de figyelj már, Edgard. Elviszem a Billy komámat, velünk tartasz? Hallottak, hova megyünk? Hát először, hát nézd már rá, valami gúnyát csak magára kéne kapnia. Mindenképpen. Jó magasra lőttél, Billy. Hát valami nagyobb méretű kéne, mert nem minden jön ám rám. Na jó van, gyere, tudom én, hogy mi kell neked. Gyere, Christopher, menjél. Hogy megyek? Christopher, a ló. Csak vízed van, Billy. Sem ennyi. Vallom a meladó. Szerinted van pénzem? Meg jó akarod ember. Tanulni a lóbefogásnak a rejtelmeit, fortéjait, akkor elmehetünk majd. Nem egyszerű dolog. Mennyire könnyű? Á, nem könnyű, én minden ezértek. Christopher mögé nem menjél, mert megrúg. Csak szólok. Igen, vigyázz, ló háta mögött, vigyázz. Jó van, ne. Vigyázz. Itt forró, sírvasd meg. Gyere ide, Christopher. Hogy a faszomba simogatom meg? Egyes mi? Nagyok a golyói.
Én, ó, de nem is! Megkapta az első lópuszit a Kovács! A mellette állt, a nem is mögötte! Keci! Oh. Az egy karakter, hogy fel se öltözött! Akkor lassuk, hogy mi legyen? Oh, várjál, fogom, azt visszük akkor a jövélet! Doktor, hát ennek szétnyílt a vállam! Szétszállt, hát ilyen. Én mondtam, hogy ne menjen Christopher mögé. Mégis hát mögé de Christopher... De Edgar, hát mögötte volt, hát izé! Hogy rúgott oda arra? Három a darab. Szabvívtet, Jan Laci, a Jacksek és Yes OK-n a közi szépen kardon, és átmented a vezetést! Mi fogja vissza? Tomfosszás történt! Szép lovad van amúgy, Edgar, honnan szerezted? Blackwater felől szedtem a mezőn össze. Doki! Doktor! Doktor! Visszak akkor nem látom. Én de hallom őket legalább, az már jó. Bármi probléma lenne, jöjjön nyugodtan el hozzánk, segítünk. Adj Isten, hola hombre, hoztam magának egy jó madarat, Billy. Hát megkapta élete első lópusziát, ha érti, mire gondolok. Ide le is vágom. Ú, látszik a mélkosan, jó meg rúgta. Na, figyeljen, segítsen nekem, keressen pipacsfűt. Ármászló, bármibe segíteni áll, doktor, a szí, már hozom is egy pillanat. Ó, jó, hozza, addig elég készítem itt. Csak ezt megkérde, Réd, aki akar ingyen támogatni? Két percében telik valószínűleg is nagy támogatás, hogyha akinek van két perce, az... És megcsinálja, azt nagyon megköszönöm. Csak 100-at kell csinálni, mert konkrétan fele kész. Sőt, 53-47 kell még összesen. Úgyhogy akinek van feles 5 perc, ez megnyomja, azt nagyon megköszönöm. Kapsz egy ilyen jó kis krémes állagot, hogyha összetörzsölöd. Hát szép, annyira jó. Megrágjam előtt el, doktor. Némként nehogy megrázsa, azért van itt a mozsát, tudod-e? Ezzel össze tudod törni. Na de elsőnek is teszünk kis büdös krémet ide az óra alá, amit neked kentem délelőtt, tudod melyik az, amit elállítod magad. Azt az ellenségemnek nem kívánom. Ne ereszed Billyre egy jó nagy köpetet, doktor? Hú, nem kell, de el ne hányja itt az óra magát. Ő milyen kurva lesz. Megérzi magát, jó uram. A teringetjét neki valami nyakorrugat rendesen. Hát a ló nem játék, tudják mit mond el. Azt mondták, meg én álljak, mellé jártam, azt úgy is lerugott. Igen, ezek ilyenek. Azt mondják, a ló elő harap, hátul rúg. Úgyhogy oldalra próbálja megközelíteni. Hát ott voltam. Na de most szépen itt a... Ahogy néztem, itt a melkasára szukta meg a ló. Készítettem előre itt az úriember egy kis krémet, azzal be fogom szépen kenni, mert szépen leviszi a duzzanatot. Ott négy jó alaposan, ilyen nézés, hogyha nagyon fajlunk bekenni teljesen vele. Igen, kell vennem. Nézem, nem tölt el az melkasa, megnyomkodom, ha nagyon fáj, kiabáljon. Normális meg a doktor úr! Ilyesen, de szerencséje van, nem tölte, csak jó húzom a tölet. Embered már meg magad, mi? Nagy a fájdalom, köszönöm, de nem ennyi, nem szoktam patkóhoz a tüdőmbe. Hát az a szerencséje, hogy akkor nem tölte a bordáját, mert akkor átszúrhatta volna a tüdejét, és most meg ilyen hangot adnak ki, hogy és akkor azt jelenti, hogy a tüdeje kiukadt. De szerencséje nem tölte. Sípolnék, rendesen? Rendesen, mint a szúnyog, ahogy szokott menni az éjszaka, amikor nem tudja lecsapni, hogy az nagyon idegesítő. Maga is olyan hangot adnak itt, de szerencsére túléli, hogy nem lesz baj. Adok magának egy jó viszkit, így a meg. Na ez a lényeg, már kicsit vétettem a komát. Attól jobban lesz, ígérem magának, a fejébe is elmúl a fájdalom. Azt mindjárt hozok belőle még ki ilyen krémet, azzal kenegesse reggel este, és el fog múlani ez a duzzanat. Jó van, köszönöm szépen. Szerencse számot tudnál mondani. Persze, 87. Átadtam a viszkit, remélem. Azt váljon egy pillanatot, de szerintem Juliska hozod a nézen elruhálós, az így meg fog fázni, azt tettem, ide jön a tüdőlőkübővel. Igen, oda tartottunk, csak át közben egy kis baleset. Jó rendben, akkor egy pillanat is jövök. Ne haragudjál meg, mi a neved, Eldon Rikov? Igen? Diego, szól is Diego, nem Diego elmette. Szükségem lenne valami másra is. Én vagyok a szekercés. Szóval mindenképpen, ahhoz, hogy én életben tudjak maradni, és ne, hogy lerúgjon még egy ló, szükségem lenne egy szekercére. Jó, most nekem mit tészni? És akkor ezzel kinegesse szépen be a mellékasalanás, a nagy duzzanatot át is adom önnek, tessék. Köszönöm szépen. Kérem uram, azt vigyázzanak magukra a lovakkal, nagyon sok balesetet okoznak. Madárasok, persze. Több esetben megyünk ki, ahol ló rúgta le az ember, mint ahol puma támadt meg.
Köszönjük szépen! Doktor úr! Grászi! Vigyázzanak maguk a szívnapot, amíg bejövök ide, attól azt... Ringelt szendelem, hogy szerintem, hogyha úgy valami, nem tudom. Igazából most... A karakter kell magadni, úgyis fel tudok öltözni, nem? Hello! Szia, ide válsz az asztalhoz, mert fel is dobja egy Enter, és akkor nyomsz egy Enter-t, bemérsz a menübe, ott egy kicsit majd kell várnod, aztán bedob a készítőbe. Nagyon remek, köszi szépen! Úristen, mekkora zene megy! Végre! Működik! Hogy néz ki? De nagyon magasak kell legyünk, nem? Na milyen arcunk legyen? Mert le kéne venni először a szakállat, hogy... hogy lássuk milyen az arca. Egész jó az arc. Igen, de kell valami extra rá még, mert én túl, úgy, ez a bajusz, ez nagyon komoly. Jó. Lehet, hogy arcméret. Arcszélesség. Jó, ez, oké, ez szerintem megy lejjebb. Inkább legyen hosszúkás feje. Jó, szemöldök magasság, ezt még így se látom szerintem nagyon. Jó, így jobb. Szélesség. Na jó, igen, egy ilyen széles szemöldök, vadállat. Jó, mélység, az nem kell. Jó, fül szélessége. Fülszög. Ez nagy, igen, ez így, ez így tetszik. Jó, nem egy ilyen troll, de értitek, nem úgy akarok, nem egy olyan karakter, akit csinálok, ilyen idiótán néz ki, de mégis megvannak az olyan jellemvonásai, amik nem pozitívak, értitek? Tehát ami miatt emlékezetes lesz, még a nagy fül például, de mondtam, nagy fület akarok, de... Oké, jó, meg... Eléggé... Megtehetek a két szélsőséget, úgy látom. Jó, arc sont magasság. Jó. Állkapocs magasság. Akkor szélesség. Széles állkapcsú vadállatot. Így van. Szemhéj. Jó. Ami nagy szemű. Igen, nagyon jó. Szemű mélysége? Ez férfi és nő közt megint? Miért? Jó. Most akkor visszaáll az arcom, nem? És ha mindegy, elkezdtem szerintem. Mi a szarul, de már modak csináltad a kommandot? Na, orrszélesség, az kell nekünk. Pontod, hogy én nem pici orra? Ez is jó amúgy. Ez jó ez az orra, igen. Igen, szájában meg ilyenek ezek annyira nem. Majd a bőrrészletek, az lesz a jó. Na, kicsit kiebb zoomolok. Hopp, nem. Akkor a... Jó. Jó, haj! Milyen haja legyen? Nehéz döntés. Nem. Mondjuk ez jó volt! Szétadom! Ez nagyon jó! Nagyon jól néz ki amúgy szerintem. Kurva jól néz ki ez, nagyon jó! És a bajusz is jó! Szerintem maradhat a bajusz is. Ez így jó, még nyilván valami bőrészletek kellenek amúgy, mert egy kis sebb helyek vagy valamik. A szemöldök?
Nem látom a változást. Ja, most már igen. Kösz a rédet, arcok! Nagyon kedvesek vagytok. Oké, sérülések, na nézzük! Igen, na, ja, igen, igen, ezt be kéne nyomni előtte, mielőtt megnézegetem, mielőtt... Hoppá! Még ez lehet kicsit sok. Ez kicsit sok. Na így, ez jó! Ennyire messzünk öregek azért. Teplő, ez nem kell. Anyajegy. Ilyen anyajegyek vannak. Ez jó. Patás nem kell, szemsmink se kell. Szemsmink 2 se kell, rúz se kell. Kimaradunk, arcsmink. A smink az ilyen arcfesték is vajon amúgy? Vagy nem, ez csak sima smink, oké. Jó, szerintem megvagyunk. De akkor öltöztetni mindenképp majd amúgy is, tehát simán is kell, nem? Ezek szerint. Jó, meg csak megvagyunk, kész? Megvagytok elég a chat? Billy Chesterfield-del, a bajszos hosszú vadállattal? Hú, szerintem kurva jó. Szerintem jó amúgy. Legyen kisebb, szerintem jó amúgy. Á, nem tudom. Na, icipicivel, így. Lehet túl magas, nem tudom. De azért nem akarok ilyen... így legyen... Így. Így kiegyezünk. Jó. Legyen így, ez a kettő között. Ahogy azért gondolom, hogy a magas vicces lenne, mert úgyis akikkel RP-zek alacsonyak, tehát... És az egy ízéke fog a legtöbbet, és ők meg alacsony karaktereik vannak, és nagyon vicces ennek a kontraszt a kettő között azért. A túl magas, de hogy is, jó mindegy, legyen így. Ez is kurva magas még így is, tehát... Kész vagyunk. Hova kell menni ruháért? De komolyan nézünk ki. Még a ruhánk milyen kobaj lesz? Mint valami ízé, tudjátok, ilyen, nem tudom, ilyen werewolf. Hogy szalad? Merre hagytuk el Don Diego-t? El Don Diego? Te vagy az? Na igen, én lenni Diego. Te vagy, Billy vagyok, visszajöttem. Billy, hát hol lófrátát? Levágtam az agállamat. Persze, felvadták aján mellére. Meg kell hagyni, így azért sokkal komásabban nézel ki. Ugye, szerintem is. Most már tényleg csak valami nagyon jó gúnya kell. Itt azt lehet kell, azt menni. Azt kell, meg valami paci. Igen, azzal vigyázni kell. Én vagyok a verő embered, jó? Megvédelek bármitől. Még jó, meg amúgy is tudod, ami ide jöttél, azt majd át kell beszélni. Ja, az biztos. Na nézd csak, itt vannak gúnyák, itt izé, van-e? Szét tudsz nézni. Mely, jól itt? Asztal alatt. Há, itt te! Na, mondjuk ezt még el leszünk egy ideig. Nagyon lehet customizálni, úgyhogy ezt még tényleg el leszünk egy ideig, szerintem. Mondjuk nem biztos, hogy kiegészítő akarok kezdeni. Kezdünk a... mennyi opció. Szerintem igen, nem ezzel kezdünk, hanem mondjuk egy nadrággal. Egybe ruhák. Ó, igen, ezt offoljuk. Nadrágok. Beletekerünk szerintem. Befagy sajnára log? Nem fagyott be most szerencsére. Nem akarom túl bonyolítani amúgy szerintem. Valami basic-ebb. Valamúgy jó. Uh-huh.
Na ez jó. Nem. Nem tudom, milyen ruhája legyen. Hogy tudod, valami inget akarok amúgy. Jaj, ne ezeknek csizmát egyben nézzek, majd jó. Hogy ez jó az a fehér. Ez jó. Emellé még, akkor csizmát kell nézni először mellé. Igen, gondoltam, hogy halvam. Vak vagyok. Lőszerek, jobbkéz, karperec, kalapok, fegyver, kesztyű, szemüveg, egyberuhák, kabátok, köpenyek, csizmák, jó. Ez nagyon komoly ez a nagy csizma. Kékbe! Ez csúnya. Hogy egy ilyen fehér szettet adok, nem? Egy fehér szett, egy ingel. Mit szóltok, chat? Ez komoly átmehet, nem? Még elég beleolvadnék a... Közelítsünk rá. Jó. Stric is? Igen, amúgy. Legyen barna a csizma. Megnézzük, milyen úgy. Hát nem tudom, hogy a fehér akkor már jobb, nem? Ó, mondjuk igen, van igazság, Forri. Mert annyira gondoltam bele, igen. Merőlegény vagy? Hát most nyilván most, ahogy alakult, most az elén azért jött ide a karakter. Igen, lehet a fehér elengedem így. De amúgy várjátok, ugyanez a nadrág mondjuk más színben amúgy mehet. Még a nadrágban jó volt a fehér. Fehér nadrágban még belefér, csak jó, igen, ez a barna csizma ugye ezzel jó. Ez így jó, nem? Most hangosan gondolkodok amúgy, ne aggódjatok, tehát mindig fogok pofázni. Vagy feketével? Ez jó amúgy, ez a sötétebb barna, ez jobb amúgy. Ez még komolyabb. Jó, feljebb menjünk, most kell valami felső. Jó. Poncsók? Egy gavajak. De valami inget adnék amúgy, nem poncsó, hanem ingek, hú. Nem tudom, lesz olyan ing, ami nekem tetszeni fog, tehát ezzel van itt nagyobb probléma. Hogy néz ki ez a karakter? Kurva jól! Hát tanultak, amíg variálunk, mert amúgy még annyira nem jön be. Így az ingel. Ha találnék valami jó inget, ami tetszik, az segítene. Mondjuk... igen, ez így jó szett, csak igen. Lehet, hogy amúgy... Várjátok, tuti lehet, a mellény az... Jó, várjátok, az úgy jó amúgy. Nagyon komoly ruhákat lehet itt kombozni, vagy csak azért soha nem játszottam ezzel a játékkal sokat, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire hogy tudok öltöztetni meg ilyenek. Rá kell jönni. Ilyen mondjuk egy más színbe. Mondjuk ez így jó, és valami sötét színű mellényt. Lehet tényleg elengedjük a fehéret. Na ez egy gyönyörű. Vicses, amúgy jó, amúgy szétadom a fejed, már csak azért is. Kiegészítők, nézzük mik vannak. Poncsót nem mellényt, nem már opá. Ez jó lesz szerintem. Kis tatyó. Elég látom, monitort getsz. Kicsit buzdis a szert, vagy igen, egy picit, igen. Vas mellények. Szerintem nem. Övcsatok, azok mik. Azt kiadjuk. Övek.
Hogy lehet, hogy ez a fehér, ez mégsem, de hú, egy óráig itt leszek, vagy ebben az öltöztetőben. Na, álljátok, chat. Variáljunk gyorsan valamit, mert nem vagyok megelégedve itt a dalokkal. Csizma jó, nadrágban kell valami ilyesmi. Nem, tehát a verőemberünk itt a öreg Billy vagy verőember egyelőre, akkor egyelőre még nem nézhet úgy ki, mint valami izé, kifiramolt, mert még csak egy köcsög, értitek? Tehát még egy senki, még nem nézhet ki úgy, mint hogy valaki lenne. Hosszú kabát kell, van hosszú kabát? Hol? Hol? Egyberuháknál? Nem egyberuháknál, az izé volt. Zárt kabátok. Nyitott kabátok, oké. Szétadom. Hosszú kabát, ez mindig jó. Na! Ez így. Nagyon komoly. Na, ez egész jó. Kezd jó lenni. Mi az a stricitáska rajta? Tehát ez kell lenni fog, de várjátok. Övek kell egy öv szerintem mindenképp. Öveknél van az ilyen menő fegyvertáska, hogy mit mondtál, Forri? Átlag a táska kabáton. Igen, tudom, azt fel leszedjük mindjárt. Nem jutottam el odáig. Jó, ez mehet. Kabátán biztos, hogy menő, igen, de megoldjuk. Lehet kiegészítünk, nem lesz akkor. Köpenyek. Oké, ez szerintem sok lenne. Zárt kabát nem kell, szemüvegek. Ó! Oh. Ó, oh, mondjuk ez kurva menő! Ilyen szemű? És fontosan egy ilyen seb? Nehéz kérdés. Valami ilyen nagyon bizarr kalap az, hogy mehetne valami, ami így, nem tudom, kitűnik a szedből. Valami ilyen? Ez jó amúgy. Azért, hogy ne ilyen bele a szedbe amúgy, de tényleg valami legyen, ami kizökkentő. Ez jó. Jó, meg még kelleni fog, mondjuk ez a piros nadrág kicsit fura, nem? Mindegy, legalább sokszínűek vagyunk. Fegyverövek. Pont jó amúgy, ha megnézed, mert gyakorlatilag pont úgy van a kabát, hogy jó legyen még a fegyverev is. Jó, ez így jó. Karperec. Nem látszódik úgyse, balkéz, ékszerek. Ó, hogy ne kéne. Gyűrűk, hogy ne, ez mindig jöhet. Lőszerövek. Oké, ilyen nem kell szerint, ez sok lenne már. Maszk, az se kell. Kendősál. Kimaxoljuk szerintem a dolgokat. Áska. Nadrág nem jó, nekem sem jön be a piros. A nadrágon variálni kell, mert nem tudom, valami nem jó. A színe amúgy nem jó, a nadrág maga jó, de... Ezt hogy zoomolok ki? Ah. Ahogy, ez pont egy jó, ez jó amúgy, mert ó, ez a kék jó, mert az is kicsit kékes, meg azért is, ó, ez jó, ez így jó szerintem. Jó is egybe a köbe. Azt szerintem megvagyunk. Jó lesz. Billy a megbaszó. Hey! Mit csinál? Ez az bástya. Egész jó nézel ki, Billy, egész jó. Próbáltam kifinomult maradni, tudod, hogy van ez. Nem kell tudni, miért vagyok itt.
Mi az akciózene? Itt a serifség, ugye? Ott... Agyisten! Agyisten! Mama szinte, mi a? Csokolom. Itt van mellettem, Billy. Tisztelendő. Így is van. Miben segíthet? Hát, az előbb volt Isten tisztelet, és az előbb volt egy lövöldözés. Meg akarom védeni a tisztelendő urat, hogy nehogy bántsák. Most jött a városomba. Hát akkor így igaz. Micsoda véletlenek. Így van. Sí, señorita. Akkor még jó is, hát hogy jössz, mert jó, ezekbe kell, hogy kerüljön. Hogyan tudná megvédeni? Hát elbújtatom valahova, mert az előbb lövöldöztek, nem hallottál? Mit szólna, a szoknyája alá bújtatná ezt a fiatal hát embert? Hát benne vagyok. Az én szoknyám alá? Hát mit gondolnak hát maguk? Sí, señorita. Ilyet ne tessék mondani. Akkor nem tud segíteni nekünk. Hát esetleg azt tudom, hogy bújjanak el valamelyik házba, mert itt lövöldöznek. Nem tudom, nem-e hallották maguk-e itt. Valamit hallottunk. Jó Isten, akkor fedezékbe húzódunk, szenyorita. Mindenféleképpen. De szóljon, a szoknyán nyitva áll. Az én szoknyám nem áll nyitva. Biztosan nem. Én a templomba megyek, ott takarítok. Gyere, kutyuska, gyere, menjünk. Igen, fel se tűnt, Farri. Billy, még most ezt mondja. De itt vannak. Ez itt a doktorság, kérem. Szépen el, doktorász, itt van. Mi van, koma? Jó napokat ki, adj Isten. Szeretem. Még nem találkoztunk szerintem. Nem igen találkoztunk. Én még senki nem találkoztam itt Eddie Aigon kívül. Mexikói. Szí, Mexikó városából érkezni a Diego El Matador lenni, és itt kedves cimborán Billy most érkezett hosszú útról. Igen, álljék be. Most éppen megmutatom neki a várost, aztán itt mutattam a kis doktoroknak a helyét. Igen, mi vagyunk. Ők jönnek, ha baj lenni. Igen. De akkor én be is. Üdvözletem. Doktor Sam Elliot vagyok. Üdvözletem, Sam Elliot. Üdvözlöm. Örülök, hogy megismertem. Billy Chesterfield, személyes nevem. Winchesterfield. Igen. A híres. A híres Winchester. Olyan a keze, mint a villám. Nem tudom, hány tűzpárbajt megnyerészelt már. Én vagyok az évben. Béza. Miért fél a lovaktól a karaktere? Megyünk még, körbejárjuk a város. Önbe van. Vigyázzon magára, doki. Winchester vagyok. Szí, adió. Diego. Az a neved? Diego. Utálom a mexikóiakat. Utálod a mexikóiakat. De te más vagy. Muszáj kivételt enne. Na odafigyelj, én fizetek. Igen, fizess, én is, mert végén te mexikói fejed lesz kitűzve valahova. Mondjuk van egy sejtésem, hogy jelenleg szerintem több pénzed van, mint nekem, de ez majd változni ez fog. Bizony változni fog. Még több lesz. Jenész, itt szerintem vegyél... Dios mios, itt vegyél szerintem egy pár kenyeret, mert elmegyünk beszélgetni. Meg itt lehet venni vizet, adj Isten! Jó napot! Hol látom, mennyi pénzem van? Ja, ott lenn, jó. Meg is vagyok, vettem jó adagot. Igen? Mi a baj? Semmi, mehetünk. Mennyit vásároltál? Eleget. Jó van akkor. Figyelj, valami nyugodtabb izét. Keressünk, mert ha még a... Nagy ember, hogy sokat leszek. Ha hiszed, az igaz, jó nagy darab vagy amúgy, nagyra nőttél. De ha hiszed, ha nem, ilyen nagy embert is terítettem már le. Hát ezt én nem hiszem el. Nem hiszed, de? Így van. Ön a fiókával, ne izé szórakozzam. Ez az az összes pénzed? Hát, Elöklellek, mint a bika? Nem baj. Így. Fajába sosem elég. Fáj, szólj, ha próbálkozol.
A felébe, te óriá! Szóval sikerült. Na majd legközelebb. Lehet feleklelni valakit, chat. Na, az a lényeg, hogy itt a serifek nagyon furfangos emberek ám. Szóval mi írtam neked azt a táviratot? Igen? Hát még arrébb írtam, kell, igen. Még arrébb menni, én már nem bízok senkibe. Komolyan mondom, itt a serifek azt szokták csinálni, Billy, hogy ráakaszkodnak az emberre, kihallgatják így őket. Így akartad, vagy mi van? Azt a mindenit! Mit csinálsz? Azt a mindenit! Megmutattam, hogy kell, tudod-e, hogy veres? Nézd már, kinek a kalapja van rajtam! Hát a tiéd! Igen? Igen. Jó? Akkor jó van! Azt hittem a tiéd! Hát nem. Na jó, gyakoroljunk pár fogást! Jó. Hogyha mondjuk én itt elkapom a nyakad, akkor mit csinálsz? Mit csinálsz? Nagyon jó! Köcsög! Elnézést, csak azt a mindenit! Muszáj volt meggyőződnöm, hogy tényleg verő ember vagy, nem valami izé. Csumákoló. Dehogy is. A hegyekben én vagyok a legnagyobb harcos gladiátorokkal küzdöttem. Igen, látszik is, hogy nagyon jó erőben vagy. Na jó van. Nagyon szuper. Szóval leterítést azt is kibírod izé? Véded? Nem! Jó, fejben se kibírom. Hogy kell kivédeni a leterítést? A szádat. Minden rendben van, komám! Csak izé, hülyéskedünk! Jaj, na jó van. Érjünk itt a izé. Neked vannak itt ilyen barátai, vagy csak egyedül bérelsz fel? Sí, lenni fivérem. Törpe El Matadore, így hívni. Meg vannak mexikóiak, 6-7 lenni mexikóiak, és hogyha nézze, adok egy térképet, hogyha megnézi, EU-n vagyok-e? Találni fog egy olyat, hogy Strawberry. Na most Strawberry. Elmondom az őszintét. Oh, megvan. Elmondom az őszintét. Egy gyönyörű város. Azt akarjuk mi elfoglalni magunknak, úgyhogy még jó, hogy jöttél. Ez is benne van a táviratban, tudod? Benne volt, igen. Tapasztalt vagy. Szí, tapasztalt lenni. Jó messze van innen mondjuk. Amin elint neki. Cserébe. Hogy veszem fel a kalapom. De környező városokban lenni hogyha segíteni. És igen? Meg tudjuk csinálni, akkor cserébe állám jeléül, mivel adóságom nem maradhat hátul, ugyanúgy részt vehetsz a város irányításába, fenntartásába. Na mit szólsz hozzá? De hát azért ki is fizetszem. Persze, hát hogyha Strawberry... Szí, pénz az lenni, meg hát megvannak ötletek, hogyan szerezni pénz. A másik dolog, amit írtam, ugye a táviratba küldeni, ami a fő feladat, amiért jönni. Szív. Valami elnök. A mai nap polgármesternek a fia, polgármesternek a fia, valami kis izé takonypóc, azt mondani nekem, hogy behoztam a kolerát ide Rhodesba, tudod? Hoztam egy hullát. Tényleg behoztad? Onnan. Szép munka. De nem aggódni, nem lenni beteg. Nem el akartam itt szabadítani a járványt, de lebuktatott engem az a fiatal kölyök. Azt egyből sipálkolt, hogy sheriff. Sheriff. Aztán kiderült, hogy a polgármester fia lenné, és akkor ezek mondtam, hogy elkapni téged. Úgyhogy most az a terv, hogy majd őt levadászni. Mhm. Keményen védik ezt a taknyot. Te egy híres fejvadász lenni. Ezért csak fegyver nélkül. Távirányít. Hát szí, most én is eléggé meg vagyok fogyatkozva, még tegnap jöttem át határok. Értem én. Úgyhogy még az én is úgy vagyok itt. Hát kéne egy paci először, nem? Egy lovacska. Hát bizony. Így szoktak mondani. Na mit szólnál hozzá? Akkor az első közös kis akciónk. Hogy felveszik a kalapom a földről. Az egy jó dolog, utána menni. És igen? Lopni egy lovat? Mit szólsz hozzá? Kitől? Innen a városból, arra is nagyon figyelnek a serifek. Bízom. Na, sokkal jobb. Jobban érzed intézzük? Magad? Persze, vagy ne intézzük. Hol van a szombrérom? Hát ez jó kérdés. Hol terítani le engem először? Utána visszavetted.
Igen, na mindegy. Na azt mondja, hogy erre szoktak lenni átúlovak. Csak egy a gond, ha ellopod valakinek a lovát, igen? Akkor elmenni vele messzire, és ha hívni gazdája ló, visszafutszi. A veled együtt? Hát nem. Az a baj, hogy nem. Eltűnik? Igen. Na ott van, nézz arra, ott egy sheriff. Benne a fajtád. Viszont ott egy ló is. Gyerekek, el tudjuk vinni. Hát, persze, egyet tudni kell. Itt a sheriffek az urak. Nagyon hát vigyázni kell velük itt a városban. Városon kívül ők is sebezhetőek. Ott nézd már oda, mi van ott, Billy. Csak nézzük meg. A mindenit, tényleg. Gyülekező. Mi történt az a jó ember, akinek lerúgott a lova? Hát, nem beszéltem, egyszer csak beszélni, aztán egyszer csak eltűnni. Ottán mondom, mit történik? Elkezd a récset! Már nem kell sok. Még a kontribútorokat még mindig nem frissíti. Hallod, majd este kiássuk a sírt, hát ha valami aranyat is temettek el vele. Benne vagyok. Hallok, Danny, vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert téd az Isten! Hatalom, a kicsőség, mindenekké. Amíg ígó temeté is van. Jaj, alapon már veszem Isten is lefel. Remélem most már nem. Jóska! Meghalt. Sheriff uram, nem mondja komolyan. Meg. De meghalt. Ki ez a Jóska? Meg akarta. Bolond Jóska. Meg akarta ülni a papot. Meg akarta ülni a papot is. De ahogy rendes, zavarba vagyok. Rendes, zavarba vagyok, chat. Már nem az a mexikói. Még közöttük, nem szoktam, de igen, most fura, minden új. Itt volt a vírus. Tényleg? Miről beszélnél? Nem hozni jó a testet, Isten őriz, távol álljon tőlem. Tényleg? Nem igaz, asszonykám. Nem igaz. Tőlem, nézzen rám. Olyan vagyok, mint egy kis bárány. Tapasztaltam. Hát de azt mondták, hogy aki furcsán beszél, attól kell félni, mert idehozta a fertőzött holttestet. Na, látod, Ili. Már egyből a pletyka körbejár itt a városban. Ez mindig így van. Nagyon gyorsa. Meg kicsi a borszem, de nagy a krampusza. Vigyázni kell vele. Josh írja ki a közleményfalra akkor, hogy a gyűjjön mindenki a sörívség elé, mert nagy bejelentést teszünk. Ez mindenki érintett. Ez inkább a másik kollégai. Ez most meg bejelenti, hogy éreszek az új sheriff. Ebbe a Szent Minó. Na jó van. Akkor már megyünk is oda. Na jó van. Azt akkor figyeljön már, amigo. Ez a nagy cilindörös ember kicsoda itt? Ő az én komám, úgy hívják, hogy Johnny. Érdekes komája van 2,5 méterre magasabb magának. Bizony, pont ettől passzolunk. Ja, beszéljön a sheriffek rémálma. Micsoda? Johnny. Mit mondott? Valami rémálomról hallott. Azt mondta, hogy itt a sheriffek... Rémámokat alszara. Rémám végzik a munkájukat. Jó, értem. Na, amíg egyszerűen ott van a fivére. Fivérem most távol van messzi utakon. Hiányzik is a kis törpelemet a Dóre. Ez lenni helyzet. De nem baj, majd vissza. Nem is tudom most valahol őzi dohányt szed, vagy micsoda. Kiment a főüdekre. Valamiből pénzt akar csinálni. Jól néz ki, sok ember egy csinálna, hogy kurva jó. Volna, akkor meg azt mondták volna, hogy meg racista vagyok. Szis! De erre is kitanáltunk már egy röncör jellegű dolgot, mert akik sötétbűrűek, kukoricát szedetünk, akik meg fehérek, azok a gyapotot. Azt nagyon figyelmesek, azt a hét meg a gyógyszázá. Remélem, na, nem kerülök. Josh, kiírta kedd az üzenőfalra? De nem tudok írni. Ja, maga nem tud írni. Montgomery! Szerint a kapitány. Megint mi történt? Remélem, hogy nem fertőzés van már megint. Hallod el, Diego, nem ez a hölgy tette szét a szoknyáját neked? Dehogy nem. Esély. Szenyori. Nem, ott futott a épület mögött, nem magára gondolt. Ja, persze, rágondoltuk, igen. Rendben van. Ott futott. Nem megye magára, Szenyori. Nem veszem én magamra, kedves uram. De majd ő is szét fogja, nem? Csoda. Vigyázzon. Válogass meg a savainkat. Baba, de arra ugyanak. Vigyázzanak a lóra. Ki hívta ide a lóra? Ajjajjaj. Ki hívta ide a lóra? Kurva lovat. Meglátod, és ha futni kell amúgy, de tényleg, mert...
Nézzétek meg oda, hogy szétrugdass mindenkit! Nézd már azt a izét, Bill... Johnny! Mi? Nézd csak ott azt a... Johnny vagyok, azt mondom. Á, néven hívjuk, tudod. Tólok akkor többinyeknek is. Nézd már azt a pipergőcöt! Melyiket? Nem tétekarom már... De pipergőc! Hát csak a városon kívül... Ott fönne, az áványon. Csak melyiket? Húszolt, hogy ott, aki szíja a pipáját. Ja, látom, ki az? Nem irigy. Valami úriembernek tűni. Nem ló probléma, nincs probléma. Uno momento, nincs probléma. Már megint akasztás lesz. No. Persze, hát, köszönjön Istenes hallunk amúgy. Komá, úgy látom, hogy az egy... Aga már megjárta a jegenyefát, kicsit viseltes, minden rendben van. Minden rendben van. Csali bával tisztelettel, már 30 éve dolgozik a földöken. Meglátszik az én. És nem rodeszi lakosság. Nagy tisztellel köszöntöm Önöket. Örömömre szolgál bejelenteni egy történelmi dolgot, amivel ezt a kívülről csak szarfészeknek kinéző és valójában tényleg az dolgot megpróbáljuk a kultúra, a tudomány, a fejlődés útjára tenelni. Nos, maga mi a jóisten mögveszek előtt Isten faszájái állíten nagy puskával kezdve meg akarja félemlíteni az embereket? Na szóval! Jó, igen, Jóska. A helyzet a következő. Sokat gondolkodám, hogy én, mint jóképű, annál nagyobb és intelligenciával rendelkező ember, hogyan tudnám ezt a várost a becsület és a törvényesség útjára tenelni? Ezért azon gondolkodám, hogy kit kéne egy értelmiségi emberként a város élére a polgármester címbe jelölni. Közíkok! Én jelentkezek! Megkérdeztem a Rodzikát, hogy ő szeretne, de természetesen csak egy rossz viccnek is szántam, mert hát elég furcsa volna, hogyha a városunkat pont egy asszon vezetné, ráadásul olyan jó, mint ő. Egyetértek. Ezért nagy örömömre megkerestem Mr. George Hamptont, akiről azt kell tudni és azt hírlik, hogy az északi hegységbe az egész életét a tudománynak szentőte, kísérletöket végez milyenféle témába is? A fizika témájába. Úgyhogy megkerestem, és egy nap gondolkodás után nagy örömömre szolgál bejelenteni, hogy Mr. Hampton igent mondott, és ő lett a Rodeszi város első számú embere, a polgármester. Gratulálok! Az én édesapám, az én édesapám! Zoli, valamit érlek! Továbbiakban... Romlott volt a kanyar! Lente az animakat adja lenyomja úgy. Kicsit felvonulni, gyomrom! Fiat, Fint, és a két tiszteletben álló városi hölgyet, Anikát és Rodzikát. Oké, köszönöm. Köszönöm szépen. Hampton úr a városban a bel- és külpolitikányé, a ex- és import árukról, a törvényközésekről, új törvények és annak módosításáról fog dönteni. Fórumokat tart és meghallgató órákat, nyilván azt a dolgot végzi, amit egy polgármester hivatott. Mit mondtak eddig? Továbbá örömömre szolgál bejelenteni, hogy a városi hatóság... Az egy geci... Mi az a... Micsoda? Ugyom a fél. Én csöndesebben már. Magyarázzon meg, kiváljuk. Geci! Igen, hogy a geci az nem egy olyan szó, hogy szerintem azt álltak. A városi főkapitán Jacob Johnson úgy döntött... Magyarázzától szegény, mindenki elkussalt amúgy. Az rangeröket nem segíteni, a rangerök feladata pedig az átszállítástól kezdve a kintlévőség területen lévő jogkör hatását gyakorolni fogják, ami azt jelenti, hogy a Valentine-i egészen déli, északi, keleti, nyugati végmű jogkörük mögödjező a kapitán vezetőségével, ami azt jelenti, hogy letartóztathatnak, elfoghatnak, parancsokat adhatnak ki, és a sheriff szervezet fölött álló
szerveknek nyilvánítja ki. Úgyhogy nem csak úgy egy polgármestert avatunk, hanem még egy ranger szervezetet is, amit megkérném a rangeröket fáradjonak ide föl a tornácra. Tapsott nekik. Maga mit akar amíg? Amit nekik is gyerek. Akkor félreértettem valamit, elnézést. De azt mondtad, azok vagyunk. Szóval azt hittem ranger leszek. Én is. Törvény embereit, hogy mutatkozzék be, mondják el, hogy mit szeret, hogy mivel lehet magukat keresni. Mit csinál? Mik lesznek? Felmászik a tetőre. Majd akkor később. Az igen, pókember. Szeretném megkérni, hogy ünnepi beszédjét tartsa meg. Nem akarom. Nem akarom. Nem akarom. Nem akarom. Nem akarom. Jóska, mai napról kezdve visszavonásig ki vagy tiltva Lodesz városából, Jóska. Nem akarom, nem akarom, nem akarom. Úgy hívom, hogy Jóska. Gyere, Jóska. Hát elég balanna tűnik. Nagyon az hallom. Hogy tettél meg ilyen? Istenem, szegény ember. Nem azért vannak a serifek, hogy védjenek levegőt, minket? A fiú. Levegőt hagyunk neki. Menjünk arrébb. Szegény gyermek. Várj, ez most a fia volt a polgármesternek? Hála, ez az, az, aki majd nekünk kelleni fog. Hát már mindegy, úgy látom. Nem, ezt most összekaparják. Reméljük. Hogy csinált ilyen? Mi volt ez? Mi történik itt? Nem látom, mi van ott? Lövődöztek. Én is alig látok. Hát az igaz. Már bízál benne, hogy aztán menni fog az neki. Gyerünk, se felkérd a raid, aki szeretné megcsinálni, két percet meg tudja, és támogathat vele gyakorlatilag. Azt hiszem, mennyi kell még? Szerintem kevés amúgy. A contributor biztos vagy, most meg kell nézem. A contributor biztos, hogy nem frissülnek, mert esélye egy legyen. Tehát, mert több screenshotot kaptam privátba egynél, szóval... Arincsát, legyek alatt a baj, csak most felbassz, hogy nem frissül. Hallott HTML, itt vagy? Neked volt az, hogy a kontribútorok azok nem frissültek egyből, nem? Hanem ilyen rá napokra, vagy egy napra, vagy valami ilyesmi volt, nem? Volt valami ilyesmi neked is egy régebben. Vagy rosszul emlékszem? Mert most nekem is nem frissülnek. Legelső regisztrációk? Hát itt több mint valószínű nem frissül, mert mondom, hogy több screen kaptam privátba. Contributor, ha meg kell küldeni? Van egy izé. Vagy privát... Bocsánat. Vagy privátra küldve van egy raid deposit szabad AC-n. Oda megküldesz egy screenshotot, hogy megvetted, azt csá. Ez biztos, hogy ennél már többként, ennél biztos, hogy többen, tehát igen. Mi történik itt? Köszönöm a megtisztelő pozíciót. Igyekezé megfelelni az elvárásainak városnak. Szolgálom majd a jovét. Próbálom majd a kül élbe politikát rendbeszedni. És megfelelő fórum csatornákon megnyitál. Nikotén, ja, mind a kettőnknek. A lakosokkal, hogy... Ti be kell egy menjátok, nekem is jó. Mik a problémák, amiket meg kell oldani. Miért hangos ez a zene? A büntetésekről és azoknak tételeiről egyeztetek majd a sheriffséggel, illetve a export, illetve import mozgásról majd a segítségét fogom kérni a segédeimnek, meg fogunk állapodni majd a többi falunak a vezetőjével. Ebben hát, ha egy kellemes gazdaságot ki tudunk alakítani, és jól tudunk belőle lakni. Nos, vegyék. Hát engedjék meg, hogy akkor még egyszer tisztelettel köszönjem meg. Azt kívánjak önöknek szép napot. Önöknek sok sikert kívánok. Sok sikert kívánok. Sok sikert. Bízunk benne. Osztakó. Igen, hajjön a héten. Tud-e esetleg itten a környéken egy olyan épület, ami alkalmas lenne a polgármesteri hivatalra?
Itt a sheriffség mögött van, itt a sheriffség mögött van egy ép. Ép? Azt szerintem megfelelne. Jássuk egy lyukat. Itt a kis itt közvetlen. Itt közvetlen a sheriffség mögött van-e? Ott a betemésné. Nézzék meg. Mondjuk lehet kicsit büdös lesz neki? Ó, akkor hagyjuk el, mert csak hogy... Tudok egyet. Tudok egyet. Na hol? Ó, milyen picik itt az ember, mi a fasz? Villa. A villa, ami itt van Rhodes-tól. Hon van adja a potfőd? Az messze van, akkor már... Hát az egy polgármesteri hivatal. Hányan meg a szeron szét, tele van, szóval 48x48. Be tud lakni. Ami közelebb fész. Az ott a dombon a fenn. Fent a dombon, ott né, az tökéletes lesz. Hát de az nyitva van, komály. Az is igaz. Az nincs. Ó, Rhodes akkor a fő hely ezek szerint, tehát az itt ahol minden van. Ugye? Temetkezési. Mondani is, hogy a kurva nagy a mapam, hogy igen, nagyon nagy. Segítsek felőle. Kován fordítja fogja azt a térképet. Könnyen lehet. Másodjára bántott engem. Nem játszottam, csak játszottam vele bánit egy ilyen 10 órát max. Lőjön. Na milyen jó ötleted. Na akkor hozom a lovat akkor. Magát hogy igen. Remelek, várj egy kicsit, gyere. Tud mondom viselködni ez a jóska. Nem ha. Én még nem is fekedek az alkalom, még nem meg kell szoktam az egész játékot amúgy. Még rendes szavarba vagyok, mondtam is szerintem, hogy rendes szavarba vagyok konkrétan, mert... Hát igen, fura még egyre egy az, hogy újra komolyan RPG-zni, meg egy az, hogy egy olyan világban, ahol még nem is voltam, szóval... Ja. Easy-ken nem akar streamelni, szomorú fej. Nem tudom, kérd meg tőle. Hát nem tudom, most lovagolt egy kis. Diego! Be sem mutatom, hogy a polgármesternek. Diego! Mondja Johnny! Dr. Samuel. Be nem! Üdvözlöm Elliot. Én meg George sem mutatom. Ezentúl akkor a falu lakosságának az élelmezési idő, ha úgy van, akik tudja, rácsorulók. Én szerintem a polgármester... akarok pár dolgot itt a városa. Most akkor... Na! Ki vele? Jó lesz, hogy ez itt a Rhodes, ez itt a mindennek a közepe, ugye? Ez itt a Rhodes mindennek a közepe, de várja, emellett... Nem csak a rócám, hanem... Ha mi még? Várja. Itt a Saint-Denis. Saint-Denis, az jó nagynak tűnik-e? Amin-Denis. Az egy nagy... Én ma jártam arra, te ott olyan dolgok legyen, vannak, amiket mindenen át kell menni, hogy úgy nézem. Ott van már, ott színészektől kezdve minden izé van. Az kivezeti azt a Saint-Denis-t. Na, ez egy nagyon jó kérdés. Ott vannak valami izék? Valami sima sapkások. Sima sapkások? Nagyon veszélyeseknek tűnnek. Szí, sima sapkások, így hívni őket. Lapos sapka, bocsánat. A lapos, lenni okay. Lapos. Igen, lenni lapos. De hogyha a nyugat fele nézelődünk, akkor ott van Blackwater és Strawberry. Blackwaterben már vannak? Szí. Kik vannak ott? Valentine-ban is vannak. Blackwaterben nem tudom, ott vannak valami... Azt hiszem ott lenni valamilyen lila banditek. Oh. Lila Strawberry meg a miénk, nem? Strawberry az a miénk lesz, így van. Valentine-ban meg, Valentine-ba meg ott járkálnak az ilyen piros kendős banditák, meg ott is vannak. Nem azért mondom, de... Jó napot! Jó szép, napot. Isten áldja! Mi volt itt, mert lemaradtam az előtt. Magint hallgatózik-e még mi itt a térképünk, mi vagyunk Bambulba? Uram, el, hogy van ez? Na figyeljen, komám! Én vagyok a titoktartó, az orvosi titkokat én tartom. Na, de az orvosi titok? De legalább igaza van. Néha meg is nyílna a szívem őszinteségbű. Hát enyém az én. Arról volt ott szó korábban, hogy meglett Rhodes-nak a polgármestere, meg valami rangerekről beszélt a kapitány úr. Ugyeszem meg. Szóval akkor van polgármester? Hon fog lapnie? Na az egy nagyon jó kérdés a villába, mert ő ott a nagy valaki, villa kell neki. Most keresik neki a helyet, ott van, az a ficsúr. Aha. Ezt az üveget fogom széttörni a fején. De nem baj, én nem sajnálom senkitől, de valami fizikáról, vagy fizikum, vagy fizikáról beszéltek, hogy ahhoz ért nagyon a polgármester úr, tudja? Fizika? Na, miféle dolog? Azt se tudom, hogy mi az. Hát, mert a fegyverekhez értek meg a... Hát... Más jön, inkább nem mondom el. A nők! Hát a szokják a kint, így van. Szí. Hát jó van. Legyen így. Hát legyen így. Megyek aztán beszélek én a polgármesterrel, hogy is van ez.
jó van, nézze meg, érdeklődje meg, hogy mi a helyzet. Én azt úgyis ki fog nyúlni. Kötelességemnek érzem, hogy hogy szolgál az egészsége? Hát nekem szolgált már jobban is amúgy. Az a helyzet, doki. Akkor ne mondja el senkinek, van nálam egy kis elixír, most odaadom magának. Jó. Az mit tud, miféle az elixír? Na mit jó tud? Van, múltkor bevágtam egy elixírt, az két napig olyan jól éreztem magam tőle, hogy életem legjobb napjai voltak. Hát neki, minden neki. Azt a mindeni, Doki, nagyon-nagyon. Gracias, Doki, gracias. Kaptam kettőt, elfelezzük. Oh. Mit szólsz, Johnny? Én is kaptam kettőt, várjál. Ó, nagy. Ó. Aztán senkinek egy szó sem. Akkor majd elmondom a polgármesternek. Na jó van. Csinálni kéne kukoriszát. Én hál' Istennek most vásároltam pörköltet. Jönnek a serifek. Na azt én még nem ettem, hogy őszint. Jaj, vigyázzuk, elhagytak valakit, komáim! Le kéne köpni őket. Ja. Lóvalló, úgy, ahogy oda vannak kütve a szekireli. Attanjunk. Jó. És ez miért jó nekünk? De aztán csak nem sikerült. Én neveztem el őket. Nézem, belement. Csak mondta, hogy utaság úgy nem érde a lakot, hogy jobb mentem. Aztán mondta, hogy ha mi lenne hülyeség, hát egyesen vigyázzon. Oh. Nem oda figyeltem. Bocsosan. Most el. Én mondtam neki, hogy ha már tudományos ember maga, akkor aztán azt már tényleg jó hangzik, hogyha úgy hívják a lovakat, hogy a jobb oldal el jobb ló, a bal ló, meg a bal ló. Javagatjuk őket. Oké. Okay. Én mondtam édesapámnak. Ne folytok mindjárt a könyköt. Sose hallgat rá, mindig haragszik rá, aztán mindig vizet neki dohánylevelet, azt akkor megint a szíve. Van víz hátul a kocsiba? Ez nincs ebből szerintem semmi, mert rózba hozta édesapám, vitte, leadta a prémet, azt hiszem, úgyhogy nincsen most benne semmi. És azért húzzák ilyen könnyen a lovak. Erős lovak, de mikor megtelik azért a szekér, akkor nekik... Te már vezetkönnyet, és akkor gyorsabban mennek. Mit hallod, Johnny? Hogy ma... Vizet akarnak a kocsi átújából. Tudom, hogy a sineken gyűjt édesapám. Megyünk a villához, vagy mi van-e? Szí, megnézd! Matkók. Hát ők. Nézd gyorsan, gyűjjön. Én vezessem a szekeret, vagy mit? Adj Isten, serif uram! Jó, jó, napot! Jöttünk mi is, tisztelegyek! Mi hoztuk a vizet? Hoztuk a vizet! Szellásra. Végállomás? Önöknek igen. Nem tudom, hogy kell felülni. Most győjön, már itt hagynak minket. Már el akartam vinni, csak nem tudok izé, ilyen szekeret vezetni. Még én sem vezettem ilyet soha, az ott egy üres ló. Figyelj csak, ez a ló ránk vár. Megpróbálkozol vele? Persze. Gyere ide, kis paciga. Ez egész jó volt. Akkor hívom az enyémet, ahú ne. Csak még nincs rajta mi a neve? De várja, azt mondja, hogy pattany... Így van. Mi a neve jószágnak? Merre mentek? Itt ez lementek az ösvényen, ne? Ott vannak, né? Hore? Előttünk? Szí! Ez a villa, itt a dohányfődek, itt fogok este dolgozni. Igen? Ez mi van, mi a paripa neve? Ha ennek a neve? Ennek a neve Diablo. Diablo? Szi, nagyon gyors, csak még ne izé. Kell rá... nyereg. Valahogy kicsit kerülni kéne, hogy ne vegyenek észre. Igen, itt lassan kerüljük meg az egész tömböt szerintem. Igen, aztán másik oldalra bevegyünk. A lovat ugord át, úgy a hó. Azaz. Ha mindegy, mint erre születtem volna. Ja, de azért onnan jöttem, hát igen, ott inkább ilyen izéken, hegyiketségen lobogoltunk. Más nem volt. Na, az kemény lehet. Itt jó lesz? Itt megállunk. Jó, há. Kösd ki valahova. Úgy. Nézzük meg, hogy... Itt vártam valami fegyvereseket látni. Az a helyzet... El kell venni a fegyverüket. De hogyha hátsó ajtón be tudunk menni ide a villába, meg tudjuk őket figyelni,
Akkor már jók vagyunk. Azt mikor lehet egy lasszó, vagy tudod a nyakák köré ízé tekerni, aztán lehet, hogy észrevesznek minket, igen. Szerintem húzzunk bele egy kicsit. Nyitva van? Ne. Ez gond. Állít meg a nyugtázát neki. Mi csináljunk? Ez nagyon jó kérdés lenni. Na igen, már lasszózt, akkor így rá tud dobni az ember. Mi csinálsz? Hé! Hey. Te szemét! Szaki, szaki szét! Emi, képes vagy rá, szakíjad! Szaki! A mi a faszod? Ja, a chatre írok! Úgy vergődsz, mint egy földi kukac, te! Csak meglent, csak valahova ízei véletlen. Rossz kezemmel akartam itt ízei feltörni. Vágod, tudod, hogy van ez. Felkapcsolnak a lámpát. Lámpa, valami fények vannak bent. Hát tudod, ilyen ízével. Tényleg. Lámpát, keci. Nem tudom, hogy volt. De mégis vannak lámpák. Hát ez még... Hát én nem tudom. Előle? Vágod. Jó, maradjanak csendet, nyilván. Nyilván még nem mennek annyira a dolgok. Nem tudom, menjünk, megyek előre, én kisebb vagyok úgyis. Jó. Mit nevetgés, annak egy bajszod alatt? Semmi. Mexikói. Eszembe jutott egy mit? Erna Heider. Ezek leléptek amúgy, csak nem azért mondom. Tényleg nem sokan vannak már. Milyen vicc jutott eszedbe? Há? Milyen vicc jutott eszedbe? Hát ez nagyon bizarr lenne, mert... Igen, ez itt a probléma. Figyelj, milyen bizarr viccer van. Vándor cigányokról szó, úgyhogy nem izé... Nagyon csúnya. Diablo, csúnya volt. Diablo? Ne patta annyi ide mögé! Jó, hát nem fékezi magát a ló. Mi az úti cél? Hát vissza kéne menni Rhodesba. Jó fele megyek? Azt se tudom. Kíváncsi vagyok, hogy hova akarják költöztetni ezt a polgármester. Hát úgyhogy nem ide, csak nem várt be túlságosan. Hoppá! Ami ne egy neki-e. Ez a chat felkérte Raid. De lehet sajnos HTML. Oh! Mi van-e? Jól látom, opá! Lemegy a nap a éjszaka, gondolom elég veszélyes itt a környék, nem? Rédi farkas, a medvék, minden. Szí! Nem is akár milyenek! Nem is akár milyenek lenni! Hát egyébben kézzel folytatom meg a rédi farkasokat. Kígyók, aligátorok, medvék, bevadult vaddisznók, mind! Kígyók? Bőrös születtem mindegyiket. Olyan gyorsan meg tudnak támadni, hogy csak pislogsz. Hát de. Mit csinál? Diablo. Ó, már értem egy Diablo. Na né. Jó, hoppá. Ott nézd. Tapostunk le, kígyó. Az pacsker. Már tudod, enyém vagy. Na tudom, szép darab, nem? Kéne még mennünk akkor? 6 centét tudsz venni lasszót? Na jó! Na, arra szükségünk van. Azt mondod? Mhm. Gyer utánam, Bit! Jaj! Te magam vagy. Hoppá, jaj! Te vigyázzam az a lényeg. Ha véletlen összefutunk megint a városba, akkor addigra szerzek egy kis pénzt, aztán... Ide kikötöd! Ó, de szép az a ló, ez andalúz? Így van. Milyen szent ez? Na itt van ez a koma, ettő. Milyen a lopatlaba már te. Milyen? Ettől tudsz venni, amit csak akarsz, ami kell egy férfi. Húha! Van ám itt választék, milyen puskák?
Szekerce nincsen? Ó, dehogy nem. Pont van rá pénzem, de akkor nem lesz lasszom. Az nem jó biztos, nem? Elméletileg a szekercíve nekem azt mondták, hogy nagyon jól lehet vadászni aligátorok, aligátorbőr, meg aligátorhús, meg sokat érni. Olyan, ami nem találkoztam. Adjon Isten. Adj Isten! Vettem egy lasszót. Vegyünk valami puskát. Persze, vesz akkor nekünk is, nem? Na, mit vesz nekem, komá? A magának? Si, por favor. Figyelj! Ha most... Felajánljuk a remek alkalmat, hogy ingyen vehet nekünk fegyvert. El is fogadjuk, csak ma, csak most, itt. Double bera. Ha csak most, csak ma kapok a komától egyet, holnap kap helyette kettőt. Hát én egy fejszél mindent megadnék. Kettőt? Így van. Vagy az árát, amit szeretne. Ne legyen a nevem Diego El Matador. Én mexikói, én inkább nekem adnám. Majd ő mexikói, nem bízik benne. A maga milyen fajta? Hát, szintiszta amerikai hegyekből. Egy, psz, azokon a hegyi ember. Egyvér vagyunk. Ő meg ahogy csak tud hátba szúrna, testvér. Kicsoda! Te! A magokat még nem láttam itt a környékem. Hát nemrég érkeztem Rhodesba. Johnny barátom is. Így van. De már fél szemem ráment az útra. Mi történt vele? Hát, a grizzlivel megküzdött. Így van. Birkóztam egy grizzly medvével, kikarmolta a szememet. És nyert a grizzly medve? Ne, hogyis lenyúztam a bőrétől fogva. Aztán tök hetekig. Nézzem már, akkor már akkora, mint a medve. Hát igen, jól lakott. Uram, most azt mondja, hogy... zsíros vagyok? Én nem mondtam, hogy jól lakott. Azt mondta szerintem itt Amigo, hogy termetes koma vagy, termetes. De hát egy férfi itt kezdődni. Nem adta ott, eh? Nem ilyen nyekhelyek. Így van, sör, ha sajó. Azt mit mondja. Kell tennünk egy fejszér? Jó uram. Hogy mondja? Egy fejszét. Menjél. Mit kell csinálni valószínűleg, hogy vegyen nekem egy fejszét? Egy szekercét, ugye? Mennyibe kerül? Mennyibe hát kerül? 1,7. Egy dollár 70. Magának. Ad nekem. Ad, jöjjön. Ah, nagyon kedves. Na, nem minden segít. Néz. Csak ki könyörök. Mi itt a fejkalap mérete? 87-es. Tudod, még emlékszel, hogy az ideket kell megnézni. Fejszét, azt tudom, azt szerint fegyver, gondolom. Nem? Fejszés gyilkos leszek. Essék. Ami mindegy, jó rend, köszönöm szépen. Átnyújtottam. Ha használom, akkor nálam van? Nagyon kedves. Vadászta-e, vadásztom. Minden tisztelő adni. Miért hasznosítsuk ezt a fejszét, Diego? Ne rajtam. Ne, maga. Még egyelőre nem. Si, jönni, Johnny. Na, adj Isten maguk. Adj Isten. Adios, ami. Dobni is lehet. Ez komoly. Lehetek, előveszem. Akkor nem. Oké. Most vagy felpottansz ide, az lenne szerintem a legegyszerűbb, vagy össze az izével. Á, majd felpattanok én. Na jó, va. Menjünk. Elmegyünk egy kis aligátorra vadászni, mit szólsz hozzá? Hát úgy nőttem föl 4 éves koromban meg őket. Igen? Hát bár nem, még soha nem látom aligátor sem. Miféle teremtmény az? Hát, hallod, a pokor bugyraiból jöttek szerintem ezek az aligátorok, de akkora fogaik vannak, mint én. Nagyon nagy fogak, tépő fogak. Nem remarabb kettő téged? Engem? Én nem megyek a közelibe, de volt egy ismerősöm. Azt láttam, ahogy szétszette az aligátor. Úgy hívták, hogy... Dobó.
Kicsoda? Na őt! Dobó! Dobó? Dobó! Dobó, Szanaszét marcangolt az aligátor. Na, ezóta én nem megyek ilyen mocsaras környékekre. Viszont a fejszével le tudod husintani, ezt akkor már azt se tudja, hogy mi van, csak be kell cserkészni. Na minden is. Jó. De majd mutatom, annyi, nem tudok elvileg, hogy le kell gugolni, oda menni mögé, azt egy határozott mozdulattal lecsapni! Érdekel, hogy nem olyan nagy dolog ez a aligátor? Könnyen leveg a fejét. Na, annyira nem. Mit kell egzelni, mókus? Nagy fogakkal? Nem, egy ilyen, olyan, mint egy sárkány. Látod már sárkány? Hát azt még nem, de azok nem kicsik, nem? Azok nagyon nagyok. Na figyeljen, csak már itt van, ilyen láposabb terület van, látja? Most még, de jó, látom én. Lát valahol egy krokodil? Hát nem. Hát nem tudom, hogy nézek ki, sárkány? Ja, azok ilyen csúszómászók. Na, te... Hosszú, nem magas... Nem is tudom, hogy magyarázzam el. Négy lábú. Hát hosszú! Hosszú, négy lábon mászkál jobbra-balra. Na mindjárt belebotlunk egybe szerinte. Nehogy itt is ébánja, hogy Diablo. Diablo erős ló lenni. Lóhús nem szeretni aligát. Remélem az én húsomat se. Na, Jó, amúgy jó az RP egyébként. Fenne a fajtájukat. Most úgy látszik visszahúzót. Persze meghallották a jövök, aztán egyetemű volt. Ezek micsodák? Én is azt nézem, mi ez a földön. Oda néz, várjám már. Megvan angat, az biztos. Ha minden neki. Oké. Mi repült a fejem mellett? Ja, csak teszteltem, hogy mennyire tudom messzire dobni ezt a baltát. Ki kell próbálni, tudod, hogy van ez. Felvetted? Szerintem igen, mindjárt odaadom. Jó van akkor. Várjál csak. Nem vágtál a füleid, mert semmi, ugye? Ne, ne, ha, nem ha. Okay. Figyelj csak, itt van. Na figyelek. Mert ahogy néz. Akárhogy is nézem itt a zsebeimet, nálam aztán nincse. Hát itt a földön, né? Hol van? Itt te. Most vettem fő. Most tegyél ide. Tetszik amúgy a játékcset, mit mondtak? Na minden iga, odaadtam. Nem éppen. És oda? Na oda né! Na? Hát még mindig nem. Menni fog. Az a helyzet. Na várjál. Ő vette fel, nem? Nem te így eltűnt az item. Na ne mondd. Nem... Ne! Nem rossz, bár nem olyan pörgős még. Hát ez alapban nem ez pörgős, tehát nem lesz izé bankrablás. Nyilván lesz, érted időben minden lesz, de ez nem olyan, mint egy GTRP, hogy izé folyamat van, valami akció. Ez inkább a hangulatra megy rá, meg a sztorira. Ahogy nézegettem eddig, tehát ez nem feltétlen arra, hogy folyamat intenzív minden. Az a helyzet, hogy mondjam ezt neked? Lehet, hogy eltűnt vágod, lehet, hogy krokodil, vagy aligátor elvitte, nem? Így viszont nem nagyon kapunk el izét. Na figyelj, mindegy. Aha, Barbie. Odaadom neked addig a késemet. Ha jó van, de az is lehet aligátor dölni. Persze. Ja, akkor majd az akkor nem dobba el. Nem kell, azt ne dobd el, azt majd izé vágj bele a bűribe. Jó van, hát keresünk egyet, még már eléggé sötét eddig. Látok is egy, az jó, éjszaka jobban kimozdulnak. Ha jó, de igen, gondolom, csak látnak a sötétbe, gondolom, nem? Tehát ők aztán igen. Csak arra vigyázz, bele ne vigyen a vízbe, mert ott akkor már téged soha nem talál meg senki. Ha. Medvégnél is az a titok, hogy a szemét kell nyomni. Na oda né, oda né! Jól olaj! Mit csinálunk? Az ott az? Az ott az lesz, na várja, ú de jó, hogy van. Jó, ajjaj! Kilépő volt rendesen, azt kell, hogy mondjam. Na.
Gyere, Billikém, ide mögé, a kést vedd elő. Jó, jó. Nálam van, apá. Használod, aztán előveszed a zsebedbe, nagyon jó csinálod. Igen. Megkerülöd a krokodilt, mögéje mész, azt nyakon szúr. Ez mennyire biztos, te közel leszel? Itt vagyok veled én. Jó van akkor. Kisebb, mint gondoltam. Jó. Szúrja, Billy! Baszik, nem vált be! Beleszúrta, hogy hármat! Le se szarta! Geci! Oh. De nem jön ki a doktor, mi? Amar, fél barabban, egy harapásból! Oh. Baszki! Billy, hol vagy? Billy! De hívok mentőst! Szólni kell a doktornak, azt megvárom itt. Fel ne faljon a izé krokodil. Gec. Azt hittem megölni, tehát hármat beleszóltam, gondoltam, hogy nem lesz egy szúrás. De ki kell próbálni, mindent ki kell próbálni. Meg kell kötözni a krokodilt? Meg kell próbálni, nincs a szabályzat benne, hogy nem szedhet fel, ha ő úgy látja meg. Na, annyi. Na jó van. Meglátjuk felszede. Na viszont lassan még raidezni. Mindjárt ide ér, Billy, jó leszel. Addig lefolyt. Egy órát raidezünk, úgyhogy ezt még túl kéne élni. Jó lesz. Indulhatnak a deep beszélgetések. Ha van egy dollárod, felszedem, hogy... Hát annyi pont van. Igen. Remélem, mert van egy csomó kenyér meg víz. Nagyon szomorú lenne. Meg úgy gondolom, halál el kell felejts az RPC-tud is, úgyhogy... Oh, bocsánat. Milyen munkák vannak itt? Azt nem tudom. Ja, egy 70-30 felszedés aránya. Ó, oh, oké. Okay. Ez nem olyan vészes amúgy. Hát itt ezzel nem megint, na várjátok. Hogy töltött el? Amúgy jó eddig, csak még nyilván nekem is meg kell szoktam, meg rendes, még zavarva vagyok, hogy nyilván kell egy 2-3 óra, hogy megszokjam, mert most még 2 órája játszom, nagyjából, vagy másfél. Szóval kell egy kis idő, hogy megszokjam, hogy nyilván off-stream is fogok játszani, úgyhogy ott majd meg fogom szokni inkább, de igen, az először nem annyira könnyű, és nem is az könnyű, nem könnyű, hanem csak szokatlan még nagyon. Van bányászás, postát kell esni, mint szedések, oké, ez jól hangzik. Aj, por favor, de jó, hogy itt... Az előbb találkoztunk magukkal, emlékszik rá? Szi, hát ez az ő hülye, hát szerint maga szerint mit csinált ez az ökör? Hát neki ment az aligátor, de ki, mondtam neki, hogy ne tedd, Johnny, de ment. Megpróbálom, megpróbálom, megnézem, mit tehetek. Kicsit bekerem az arcát mentolos krémmel. Aztán... Re, itt jó vagyok. Csak jó kis készítményem. Hú, valami nagyon oda, gyomorba haraptak. Nagyon jó, jó, hál' Isten, hogy jó vagy, Johnny. Hát azt mondta te kis El Diego, hogy nyakba tudom szúrni, háromszor beleszúrta a koponyájába. A megfordult. Igen, megfordult, azt deréka harapott. Kis késsel nem lehet aggódok. Dehogy is, nagy, szép, nagy macsétával. Nem annyira működött, igen. Pedig én úgy szurgáltam, mint hogy nagyon bíztam benne. Te feláldoztál volna El Diego egy krokodilért? Én megmondom őszintén, én sokat vadáztam. Hál' Istennek nem volt még bajom belőle, de két ilyet beleeresztek, mielőtt megmerem szúrni nyakon. Ó. Oh. Mindent értek. Ennyi volt. Elég nagy a fájdalom. Amikor doktor úr, már intézkedés alá vontam az urakat. Segítettem. Ilyes vagy. Így van, minden rendben lenni. Mit szólnál, Jodikám, hogyha most már izé? Szusszannánk egy kicsit. Egyetértek, ez most eléggé meg... Sírelmeket... Igen, ki kell pihen. Egyetértek, meg van még a lovunk? Minden jót. Persze. Minden jót, Doki. Minden jót.
Jaj! Normális! Jaj, megcsúsztam, megkapasztam. Hát mi történik itt? A krokodilzen már gyarvas is. Jó, adok ki te? Jaj, doktor úr, mi van? Hogyan így? Ne haragudj, reflex, reflex. Kövény ember, én megmondtam. A krokodil, az nem, neki nem fájt egyére sajnos. Jaj, hát azt hittem a lórugot meg. Na, rögülj, jól van, doktor úr? Jó vagyok, csak... Jó keményet oda vágtál. Hát... ez a krokodil, ez... Mi történt a krokodil? Elment? Aligátor, tényleg, bocsánat. Az utána... mentem, azt kitörtem a nyakát. Semmi. Igen, extra. És akkor hol van a test? Megnyúztam, itt van a poncsóm alatt. Igen, befér az mind oda. Hogyne. Gondolom. Véletlen sejte az, hogy megharapod ezt a leszaladt. Ugye? Nem. Jó van, akkor hiszek neked. Elmegyünk izé. Mi ez itt ez a város? Saint Row vagy mi az? Az van itt, igen. Saint Denis. Saint Denis, az. Oda az istálóba bemegyünk. Azt a szalmán meg kicsit. Jó, benne vagyok. Úgy, hát érkezik a réd! Mindjárt, legalább megnézed te is ezt a izévárost, oda néz! Látod? Itt már aztán tényleg minden van. Na minden, itt jó nagy! Ez, majd bemész. Kicsit körbeviszlek, megmutatom. Itt minden van, hallod, minden van. Mondom, hogy várod. A rédet ki nem várja? De, Hermeno. Menne a zenekérés a réd alatt, lakik. Nem? Gyárak! Minden! Oda né! Csak itt nagyon sok izé aligátor. De most már nem szeretek az aligátorokat. Jobban örültem, hogy nem tudtam, hogy mik azok. Hogy őszinte legyek. Én mondtam, hogy veszélyes egy faj. Azt mondtad, hogy így könnyen nyakon lehet szúrni. Hát én azt hittem. Hát miért nem te próbáltad meg? Hát egy kicsi vagyok és törékeny. De lenni nagy és erős. Hát nem olyan erős, mint aligátor. 5 óra óta próbálom Komoly lettős, komoly. Te veszed, hogy lassan a 0-20-et, ez a veszélycsek, nyomjátok neki. Erről beszéltem, látod, itt már tényleg. Itt a izé van, istálló. A mindegy, neki ez tényleg nem kicsi. Nem kicsi, és a amúgy ez nagyon jól nézni ki. Ahogy ne lennének, itt vannak a lapos izé, sapkájúak, tudod, azok a úri emberek, igen. Ó, még nem találkoztam velük. Szé. De azt hiszem, csak ők lenni itt. Hát ez elég nagy pedig, kettőnek is, nem? Hát bőven, ott megy valaki. És csak, ezt nézd meg. A mindegy neki. Szép, hangulatos kis város, meg kell hagyni. Hű, azért kicsit magával ragad, azt kell, hogy mondjam, meg tudnám szokni. Szépek itt a fények is. Ah, mindegy neki. Úgyhogy itt minden utca fele van, és ez még semmi. Minden van itt, na. A gondolatod, alszunk egyet, azt jobban szétnézhetünk majd. Jó, mindenképpen megyek. Miket rejt ez az izé, szenden itt. El kell intézni a polgármester fiát is, nem? Azt nagyon, hát azt mit nagyon. Mit kéne vele csinálni? Hát én azt gondoltam, hogy váltságdíjat kérni érte, gondolom sokat ér. Mennyit gondolt, $100? Hát ez $100? Csak megadnak a polgármester fiáé. Hát én is úgy vagyok vele, hát ez... De magá polgármesteri mennyit adnának? Na az még jobb kérdés. Hát mit szólsz, az elrabolik a fiát, oda csaljuk hozzá az apját és elrabolik őt? Jó, viszont nagyon vigyázzék el, mert itt összehívják a rangereket, meg a serifeket minden városból, hát baj lesz, mindenhol igen. Minket fognak keresni. Jaj, minden városban vannak serifek? Mindenhol, persze. Akkor Strawberry-be is? Ott nincsen senki, ott mi leszünk a törvény. Ó, ez a beszéd. Nagyon komolyan néz ki ez a játék amúgy, Getsz. Na, merre lenni már istálok? Úgy látszik, lobban is. Kurva komolyan néz ki a játék amúgy.
Rannyi sok FPS-em nincs, vagy nem tudom mennyi FPS-sel játszik easy mondjuk, de... Ja 60, mondjuk most 60 nem is kell sokkal több, de ja, 60-at tartok. Elég stabilan. Még mindig trigger, hogy a contributorok, még mindig csak egy van elvileg, de kurva nem egy van, tehát... Na mi van? Ja? Szusszant egyet a lau? Hát ne, neki is kell pihenni, hát merre akarsz menni te most te? Ó, vagyok én, mi? Istálót keresem. Azt hiszem, hogy csak 50 embert csináltak a tutoriált. Hát most egy két órája megy a stream, szóval most érted? Az biztos, hogy nem frissül annyira itt jól, leszünk, mert... Na ide, oda nézd, milyen jó hely. A streamen szerint utolsó tutoriál 3 óra lett kész. Úgyhogy igen, tehát valami nem frissül jól, de most érted, meg lesz. Volt crashed? Nem. Na jó van, még találkozunk. Na jó van, Billy, majd ha felkeltünk, akkor diskurálunk, jó van? Így van, Diego. Légy jó, jó és szabad. Adios, komám.